Sziasztok, mozimániások! Tegnap indítottunk egy szavazást a csatornán, hogy szeretnétek-e közelebbről megnézni a Bosszúállók végjáték mozis cuccokat. Magyarul készítsünk egy ilyen kibontogatós videót, ahol megmutogatjuk a poharat, a toppereket, a popcorn vödröt és a Thanos kezet. Egy körülbelül egy ilyen 1000 szavazat érkezett a mai nap délutánig, legalábbis amikor utoljára ránéztem, akkor így állt a szavazás, és 70%-ban azt mondtátok, hogy szeretnétek ilyen videót, tehát most ez következik, megnézzük közelebbről a Bosszúállók poharat. A toppereket, ha föl tudom egyszerre venni, de föl tudom. Az én kedvencemet. A Thanos kulacsot. És a ti kedvenceteket, amiből a legtöbbet szoktátok rendelni a mozishop.hu-n, ha fölbírom emelni, a popcorn vödröt. Rögtön jöjjünk vissza. Mielőtt megnéznénk a mozis cuccokat, kérlek ne feledkezz el feliratkozni a csatornára, ha pedig a kis harangot is kipipálod, biztos, hogy nem maradsz le egyetlen egy videóról sem. A videót a mozishop.hu filmes erekék webáruháza támogatta. Legyünk túl szerintem egyből a nehezén, legalábbis számomra nehezén, mert hogy a karton van, hogy 5-6 kiló, és ezt tök jó ide felrakni. Benne vannak a popcorn vödrök, és nézzünk egy ilyen kartonbontogatást. A kedvenc sárga snitzeremmel, zöld fallal a háttérben, kék inkben, ennél szebbet ki se tudtunk volna találni, a cipőmet már meg sem merem mutatni, hogy az meg piros. De az szerintem nem is lényeg. Egy ilyen kartonban egyébként ilyen 20 darab vödör van, egy ilyen gyönyörű kis fóliával van leszedve, és hát gyerekek, hát ez gyönyörű. Mutatom közelebbről, de majd úgyis csinálunk róla vágóképeket. Ez egy ilyen dombornyomott cucli, az összes fő karakter rajta van. Kit látunk itt hirtelen? Thor, Marvel kapitány, Vasember, Fekete Özvegy, Hulk, Mordály, Amerika kapitány, Sólyomszem, Hangya, Hadigép, van itt mindenki. A popcorn vödör maga 2,5 liter űrtartalmú, meg nem mondom hány centiméter magas, mert biztos, hogy ez lesz az első komment, de majd lemérem, és majd utána odarakjuk kiírásban a vágóképekhez. Ugye mondtam, hogy dombornyomat, és a lényeg a mozishop.hu webáruházban, ez mindez már ma éjféltől, egész pontosan 0 óra 1 perctől előrendelhető. Na most, hogy így túl vagyunk a nehezén, akkor a popcorn vödröt el is tüntetem. Következzen az én kedvencem, a Thanos kéz, ami tulajdonképpen egy kulacs. A kulacs maga, mert hogy ezt rengetegen kérdeztétek már a Facebook oldalon, a mozisoknak a Facebook oldalán, hivatalosan fél literes, de lemértük, ebbe 6 deci vastagon belefér. Ez úgy működik, hogy itt van a szélén egy ilyen kis történet, ezt így le tudod pattintani. Ott a mélység, ahova töltheted a lőrét, töménytelen mennyiségbe, de maximum 6 deci erejéig. Visszapattintod. Megküldöd a szívószállal, és van egy tök jó Thanos kulacsod. És amire szerintem titkon mindenki várt, nézzük a poharat. A pohár maga az így néz ki. A mozishop.hu kínálatában 0,75-ös lesz, ez szinte biztos. Hogy melyik moziban lehet ezt majd beszerezni, arról fogalmam nincs. Egyet biztosan tudok, az egyik legnagyobb hazai mozihálózatnál nem lesz. Nem mondom ki a nevét, nem akarok ízelni, mert nem azért, mert hogy ők nem szeretnének ilyet árulgatni, hanem az az igazság, hogy kettő gyártó van a piacon, a Goldelink és a PCO. Ő a PCO-s. A mozi hálózat meg a Goldelinkkel van szerződésben, és ott nem lesz bosszúállókhoz tudsz. Na de hát a pohár mellé van tök jó tető, amit azt sem tudom, hogy hova tettem, de megvan! Megvan! Jár hozzá szívószál. Aminek van ilyen kis kupakja is, és szerintem ilyen kis biztonsági szereptek a pofa. És nézzük a toppereket! Ugye mondtam, hogy 7 fajta topper van, kezdjük Thanosszal. Ezt is többen írtátok, hogy ti nem szeretitek ezeket a nagyfejű toppereket, de szerintem iszonyat jól néz ki. Iszonyat jól néz ki, sokkal-sokkal jobban néz ki, mint a képeken. Jöjjön Marvel kapitány.
aki ezerszer jobban néz ki, mint az egyik nagy játékgyártónak a játékfiguráján. Az örök best of klasszikus vasember. Bár szerintem egy kicsit olyan, mint hogyha balettozna, de hát kinek mi, nekem egyébként így is bejön. Fekete özvegy a következő topperünk. Hadigép került a kezembe. Ugye ő még talán nem is volt topperen. Most ezt így meg nem mondom, de én úgy emlékszem, hogy ő még nem volt topperen. Vagy topperként ábrázolva. Aki nem tudna, hogy mit jelent a topper, ez az a figura. Ennyivel is bejebb vagytok információban. Az én kis kedvencem Amerika kapitány. És az Uccsó. Hulk. Ez a teljes készlet. És ha nem tudnád, hogy mit lehet csinálni ezzel a topperrel, kérlek szépen fogod és így rápattintod a pohára. És akkor így... Ja, hogy ezt vegyem már. Iszod az Uccsit. Vagy lerakod a polcra. Vagy amit szeretnél vele. A tömör lényeg, hogy mindez most éjféltől 0 óra 1 perctől 2019. április 18-án 0 óra 1 perctől előrendelhető a mozishop.hu webáruházban, illetve hát meg lehet majd vásárolni a jobb mozikban, ameddig a készlet tart, ez mind a két esetre igaz, a mozishop.hu-ra is, illetve a mozikra is. Nem kell félni, szerintem a mozikban 3-4 napig fog tartani a készlet, a mozishopnál körülbelül egy hétig talán kitart a készlet, de ne habozz, rendelj elő szerintem most éjféltől, mert különben lecsúszol róla, és ezeknek a mozis cuccoknak van egy pici, apró szépséghibája, ha ezek elfogynak, akkor ezekből nincs utána gyártás. Tehát srácok, szerintem ne várjatok, amelyik termék nektek tetszik, azt gyorsan rendeljétek meg, mielőtt még megfulladok a saját nyálamban, de leküzdöttem ezt a problémát, most mutatunk még róla néhány közeli képet, és akkor hajrá, kezdődjön az őrület! Ennyi lett volna a kis bontogatós videónk, szerintem teljesen korrektek a figurák, alaposan ki vannak dolgozva, annyira alaposan, hogy ezt majd megmutatjuk közelről, ilyen még nem volt, ezt elárulom, egy kis Avengers logo van a talpazaton, kis dombor nyomottan, tök jól néz ki szerintem. Ne felejtjétek a mozishop.hu webáruházban 2019. április 18-ától 0 óra 1 perctől előrendelhetőek a termékek. Aki április 21-ig leadja az előrendelését, az biztosan, hogy megkapja 24-ig a termékeket, legalábbis erre a futár partnere a mozishop.hu-nak ígéretet tett. És hát a mozishopposok is majd megpróbálnak mindent megtenni ez ügyben. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, most még következik egy csomó vágókép, ezekről tök jó mozis cuccokról, bosszúállók, végjátékos mozis cuccokról. Hamarosan érkezünk majd egy újabb videóval. Ha tetszett ez a videó, akkor majd írjátok le a kommentbe mindenféleképpen, mert hogy akkor legközelebb is készítünk majd ilyeneket, mondjuk jön majd még a Pókember idegenben. Mi jön még idén? X-Men. Mi jön még? Édes Istenem, kis kedvencek titkos élete. Most így próbálom gyorsan előhozni a memóriából, az iszonyat fáradt memóriámból, hogy akkor most mi lesz még idén, de azért egy-két film még cím eszembe jutott. Szóval írjátok le kommentbe, hogy ha szeretnétek még ilyen videókat. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, szép és izgalmas napot mindenkinek, sziasztok!